dobozmirigy és az agyalapi mirigy energiamező aktiválása. Vizualizációs videó. Készítette Magyar Kobra csoport. Ezt a technikát Kobra mutatta be egyik konferencián. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az alábbi, e technikák használatára vonatkozó utasítások nem Kobra pontos szavai. Azt mutatják be, amire a konferencia résztvevői emlékeznek, és ahogyan ők értelmezik e technikákat. Ez a technika segíthet a dobozmirigy és az agyalapi mirigy körüli energiamező aktiválásában. Kobra beszélt a dobozmirigy és az agyalapi mirigy energiamezőjének fontosságáról. Azt mondta, hogy annak energiája képes átjutni a plazma membránon a magasabb síkokra. Kapcsolatot nyitva a magasabb síkok és így a magasabb én valamint az alacsonyabb testek között, beleértve a fizikai testet is. Amikor a dobozmirigy és az agyalapi mirigy energiamezője aktiválódik, ez lehetővé teszi a magasabb én számára, hogy hozzáférjen testünk minden rendszeréhez, például az immunrendszerhez. Az idegrendszerhez stb., és meggyógyítsa és harmonizálja azokat. A magasabb énnel való kapcsolat szintén segít mindenben, aktiválja a magasabb képességeket, több erőt, békét, szeretetet ad, védi és harmonizálja a valóságodat stb. A sötét erők különböző módszereket használnak arra, hogy megakadályozzák a kapcsolatot a magasabb énnel, ezért jó, ha lépéseket teszünk annak érdekében, hogy újra kapcsolódjunk a magasabb énünkhöz. Ez a technika segíthet a dobozmirigy, agyalapi mirigy energiamezőjének fokozatos megnyitásában, ha rendszeresen gyakoroljuk. Instrukciók. Első pont. Képzelj el három égszínkék fénysugarat, amint áthalad a fejeden és az agyad közepén, vagyis ott, ahol a dobozmirigy és az agyalapi mirigy energiamezője elhelyezkedik. Egy sugár előről hátrafelé halad a harmadik szemcsakrádon keresztül, egy fentről lefelé a koronacsakrádon keresztül, a szád alatt, a torokcsakra közelében jön ki. És egy balról jobbra a füled felett. Instrukciók. Második pont. Egymás után helyezd a két ujjadat a kék fénysugár mindkét belépési pontjára a fejeden, sugárról sugárra haladva. Más szóval, helyezd a két ujjadat a fejed mindkét oldalán a füleid fölé egy kis időre, majd helyezd az ujjaid a fejeden elől és hátul a harmadik szemcsakrádra egy kis időre, majd helyezd az ujjaid a fejedre úgy, hogy az egyik kezed a koronacsakrádnál, a másik kezed a szád alatt a torokcsakrád közelében legyen egy kis időre. Miközben ezt teszed, folyamatosan vizualizáld a három kék fénysugarat. És énekeld többször a Jó Ó a mantrát.
Ismételd ezt néhány percig. Helyezd a két ujjadat a fejed mindkét oldalán a füleid fölé egy kis időre. Majd helyezd az ujjaidat a fejeden, elől és hátul, a harmadik szem csakrádra egy kis időre. Majd helyezd az ujjaidat a fejedre úgy, hogy az egyik kezed a koronacsakrádnál, a másik kezed a szád alatt a torokcsakrád közelében legyen egy kis időre. Miközben ezt teszed, folyamatosan vizualizáld a három kék fénysugarat, és énekeld többször a Jó-a-a-a mantrát. Ismételd ezt néhány percig. Instrukció. Harmadik pont. Folytasd egy gyakorlatot, és közben képzelj el egy ragyogó fehér lila fényből álló gömböt is az agyad közepén, ott, ahol a tobozmirigy és az agyalapi mirigy energiamező elhelyezkedik. Rendszeresen részt vehetsz az implantátumok eltávolítását szolgáló műsoron, mely segíti a spirituális növekedésed és a személyes felemelkedési folyamatod. Folytasd egy gyakorlatot, és közben képzelj el egy ragyogó fehér lila fényből álló gömböt is az agyad közepén, ott, ahol a tobozmirigy, agyalapi mirigy energiamező elhelyezkedik. A fény győzelme. Minden érző lény szabad. Esemény most.